Köszöntöm Önöket! Ukrajna vízummentessége könnyíti majd az uniós országokba való bejutást, ám a határon továbbra is lassú lesz az átjutás, mondta el kérdésünkre Beregszász polgármestere. A magyar kormány idén 20 milliárd forintot nyújt a kárpátaljai vállalkozások számára, ami a határmenti térségek gazdaságát és együttműködéseit segíti. Az idén Nyíregyháza újratelepítésének 264. évfordulójára meghívást kaptak a megyeszékhely testvér- és partnervárosai. A szlovákiai Eperjes városa 25 éve, a kárpátaljai Beregszászzal pedig 10 éve működik együtt a város. A határon túli településekkel fontosnak tartják a közös múlt, a hagyományok ápolását, oktatási, kulturális kapcsolataik elmélyítését, de gazdasági téren is jelentős előrelépést tettek az elmúlt évek alatt. Kiemelték, hogy Beregszász ivóvíz és csatorna rendszerének korszerűsítését támogatta szakmai tapasztalataival a Nyírségvíz. Bízom benne, hogy amiket elkezdtünk, ezeket a programokat folytatni tudjuk, és van még mit erősödni a mi közös cégünknek, a Nyírségvíz és a Beregszászi Kárpátvíz közös vállalata gyümölcseként egy olyan együttműködés dolgozik lassan 7. év, amelyeknek nagyon fontos szerepe van a beregszászi lakosoknak a komfort érzetében. Én meg vagyok győződve, hogy ez a lehetőség, ami előttünk áll még, mivel városoknak a ivóvízzel és csatornával ellátott része csak 60%-os, ezért nekünk van még mit csinálni, van mit tenni ahhoz, hogy Nyíregyháza szintjét el tudjuk érni, nem beszélve arról, hogy a Nyírségvíz ez nagyon stabilan működő és erős potenciálnak számít ezen a vidéken. Én nagyon bízom benne, hogy a tapasztalatokat cserélve, illetve számítva azokra a tanácsokra, illetve arra a szaktudásra, amit mi kapunk a Nyírségvíztől, meg tudjuk magunkat erősíteni. Én egyértelműen azt látom legfontosabbnak, hogy a város minden egyes lakosa kiszámítható és pontos szervizt tudjon kapni ivóvíz és csatorna szolgáltatásban. Ukrajna vízummentességét az Unió jóvá hagyta. Az ukrán állampolgárok június 11-től szabadon beutazhatnak uniós országokba, az Egyesült Királyság és Írország kivételével. A vízummentesség azokra az ukrán állampolgárokra vonatkozik, akik biometrikus útlevéllel rendelkeznek és üzleti célból, turistaként vagy családi okból utaznak be az Európai Unióba. Ez a vízummentesség, ez nagyon sok korlátot hoz maga után. Sokkal több kérdést adnak föl a határon a határőrök, illetve a rendőrök annak kapcsán, hogy mi a beutazás célja, milyen pénzzel rendelkezik, mikor fog visszautazni. Ezeket a dolgokat is, illetve ennek megfelelő dokumentumokat a konzulátuson kellett bemutatni. Mindenképpen gesztusértékként értékeljük azt, hogy vízummentessé vált, de ha határátlépés becsült sebességét veszük figyelemben, attól félek, hogy ez egy visszaesést fog jelenteni, és amúgy is az egyórás várakozás az nagyon sok magyarországi, nyíregyházi, budapesti barátunkat riaszt vissza. Megszokták a magyar barátaink azt, hogy a nyugati határokat úgy lépik át, hogy nem kell sehol sorba állni. Sajnos ebből mi még nem tudtunk kiszokni, mi hazafelé sorba állunk és idefelé sorba állunk, de ez az életünk része, az egy órát mindig belekalkuláljuk az esetleges rendszer rossz működésébe, illetve határőrség lassú munkájába, de ők pontos feladatokat, parancsokat hajtanak végre, ezért mi azt szerint dolgozunk, amilyen értékrendeket elénk raknak. A magyar kormány 2016-ban jelentős összeggel támogatta a kárpátaljai vállalkozásokat, ami a határon túl élő magyar közösség a családok megélhetését és boldogulását segítette. Teljesen átlátható és pontos, precíz menedzsment vezeti ezt a projektet, és én nagyon örülök annak, hogy 2016-ban nagyon sok visszanemtérítendő támogatást tudtak igényelni azok a kárpátai vállalkozók, akik már rendelkeztek vállalkozási történelemmel, tapasztalattal, meg tudtak erősödni. Ez a projekt 2017-ben folytatódik, és még nagyobb méretarányban. 2017-ben a magyar kormány 20 milliárd forinttal tolja meg a támogatási keretet, amit a kárpátaljai vállalkozások használhatnak fel. A két ország, és így a határmenti térségek gazdasága közösen fejlődhet.
A polgármester elmondta azt is, szeretnék visszanyerni a magyarországi turisták bizalmát, hiszen a térség kedvelt úticél volt korábban. Ideje lenne a keleti háború árnyékában észrevenni azt, hogy Kárpátalja turizmusában semmiféle kockázat nincs, semmiféle olyan dolog nem történik Kárpátalján, ami miatt valaki aggódna, a hozzátartozója az édesanyja, édesapja miatt, mert egy nyugdíjas klub keretein belül 40 fő turista, 40 fő nyugdíjas klubtag. Átjön a Vereszkéi hágót megtekintene, Munkácsi várat megtekintene, Beregszász belvárosát. Én úgy gondolom, hogy nincs ok arra a szóbeszéden kívül, hogy aggódni kellene. Amennyire kiszámíthatatlan a világ most mindenhol, pont annyira kiszámíthatatlan Kárpátalja is, semmiben nem különbözik egyébként. Nincsenek akkora radikális különbségek az értékrendjeink, illetve a szabályunk között. Bátran tessék hozzánk jönni vendégként, és bátran tessék velünk együtt értékelni azokat a történelmi jellegzetességet és fontos emlékhelyeket, amik számunkra nagyon, nagyon becsesek, és számunkra úgy tűnnek, hogy első számú turisztikai célponttá kell, hogy váljanak továbbra is a magyar turisták előtt. Közös kiállítások rendezése és uniós pályázati programok megvalósítása a célja annak az együttműködési megállapodásnak, amelyet a nyíregyházi, a szatmárnémeti, az ungvári és a kassai múzeumok vezetői írtak alá a József András Múzeumban. A négyoldalú szerződés keretében például megnyílhat a Kárpátalja történetét bemutató tárlat, de megújulhatnak a régészeti kiállítások magyar és szlovákiai múzeumokban is. Az ünnepélyes aláírás pillanata, a négy múzeum vezetői kézjegyükkel szentesítik az együttműködési megállapodást. A József András Múzeumnak eddig a Szatmárnémeti és a Kassai Múzeummal volt szorosabb kapcsolata. Ezzel a két intézménnyel az elmúlt időszakban már több sikeres kiállítást és programokat szerveztek a nyíregyházi szakemberek. A négy oldalú megállapodásnak a nyíregyházi József András Múzeum volt a kezdeményezője. A kezdeményezésnek a lényege pedig az, hogy a szomszédos országok felé való muzeális tekintetben való nyitás. Én azt remélem, hogy Szatmárnémetiből el tudunk jutni a Partium és Erdély felé, Ungvári múzeumon keresztül Kárpátalja felé, kárpátaljai múzeumok és a kulturális intézmények felé, és hát mondani se kell ezután a sor után, hogy Kassa révén pedig a felvidéki múzeumok felé. És ez tudományos tekintetben, kiállítások tekintetében, múzeumpedagógiai tekintetben egy gyümölcsöző kapcsolat lesz. Az együttműködési megállapodás keretében az Ungvári várban létrehoznák a Kárpátalja története Károly Róberttől Trianonig című állandó kiállítást. Az ezzel kapcsolatos kutatásokat és a tárlat kivitelezését a két intézmény szakemberei együtt végeznék el. A szovjet időkben a múzeumnak nem volt olyan lehetősége, hogy bemutassa az igazi történelmi eseményeket, hiszen az ideológia miatt nem lehetett ezekről beszélni. Most a mi fő célunk az, hogy bemutassuk Kárpátalja igazi, közös történelmét, hiszen nem engedhetjük meg magunknak azt, hogy egy ilyen fontos időszakot csak úgy kidobjunk a történelmünkből. A Kassai Múzeummal az újfehértói aranyleletek kapcsán került szorosabb kapcsolatba a nyírségi intézmény. 2007-ben nyílt a Kelet-Szlovákiai Múzeumban az Együtt fényesebbek című kiállítás, amelyen az Újfehértón előkerült aranypénzeket mutatták be a nagy közönségnek. A múzeumunk szerintem a térség egyik legrégebbi múzeuma, és idén, 2017-ben, mivel 1872-ben lettünk alapítva, vagyunk 145 évesek. Konkrétan a József András Múzeummal és a József András Múzeum dolgozóival évtizedek óta ismerjük egymás munkáját, és ennek az eredményeképpen több közös projekt, több közös kiállítás is született. Például nem olyan régen, azt hiszem tavaly vagy tavaly előtt mutattuk be itt Nyíregyházán a Pipa kiállításunkat, aminek sikernek számított. Amiben most vágtuk a fejszénket, tényleg egy nagyon nagy projekt, a uniós régészetet propagáló állandó kiállítás, felújítandó állandó kiállítás létrehozó és múzeumpedagógiára fókuszáló Kassa, Nyíregyháza és Százhalombatta van benne ebben a régészeti projektben, mennek az angol rövidítése az Ex Past a múltból, valahogy ezt akarták a pályázatírók ebben kifejezni. Többször találkoztunk a
nyíregyházi kollégákkal, természetesen főleg a régis kollégákkal, és ezekben a hetekben döntik majd el az illetékesek, hogy sikerese volt ez a pályázat. A sajtótájékoztatón elhangzott, a Józsa András Múzeum a jövőben is folytatni kívánja az eddigi jó együttműködést a Szatmárnémeti Múzeummal. A Szatmár megyei múzeum és a Józsa András Múzeum az M3-as autópálya és a Csenger-Simai határátkelő hely régészeti feltárásánál dolgoztak. A jövőben a két intézmény együtt indulna a közművelődési intézmények számára kiírt uniós pályázatokon. A 65 éve működő Magyar Állami Népi Együttes lépett fel Nyíregyházán. A világhírű formáció a Megidézett Kárpátalja Hágókon innen és túl című produkciójával érkezett a Váci Mihály Kulturális Központba. A teltházas fellépésen a táncosok a keleti Kárpátokban és a Kárpátalján élő népek táncait mutatta be. Erdülő szoknyák, hangos muzsika, szó és vidám táncosok, ezek mind jellemzik a Magyar Állami Népi Együttest. A jelenleg 14 zenekari tagot és 24 táncospárt számláló csoport a Megidézett Kárpátalja Hágókon innen és túl című produkciójával Nyíregyházára is ellátogatott. A profi táncosok mindegyike komoly szakmai előélettel rendelkezik. A néptánc az mindig is az életem része volt, már 4 évesen kezdtem el néptáncolni az óvodában. És mindig csináltam mást is, zenekarba játszottam, vagy kórusba énekeltem, atletizáltam, sportoltam, de a tánc az mindig ott volt. És elvégeztem a Magyar Táncművészeti Főiskolát, utána a Honvéd Együttesbe mentem, és utána jöttem ide a Magyar Állami Népi Együttesbe. A zene, az érzések, és azért jöttem ide, mert itt sokszínűség tapasztalható a tánc részén belül, és nem csak néptáncot tanulunk, hanem a kortárs tánc különböző figuráit is, elemeit is megtanuljuk. Bemelegítésként aerobikunk, klasszikus balettunk és molnár technikánk van. Akkor lehet sikeres egy együttes, hogyha adott korokban föltett kérdésekre jó válaszokat tud adni. Én azt hiszem, hogy az Állami Nép Együttes a múltban is, a jelenben is jól teszi föl magának a kérdéseket. Ezek a kérdések nem csak önmagára vonatkoznak, hanem a széles publikumra, és vélhetően jó válaszokat ad is. Vélhetően az, hogy mi is az a Kárpátalja, hogy élnek ott emberek, kik éltek ott, milyen értékek halmozódtak föl, a történelmünknek milyen szerepe van Kárpátalja életében, vagy Kárpátaljának milyen története, vagy milyen szerepe van a mi történelmünkben. Lehet-e különböző nációknak együtt élni? Az ő együttélésük egymás kirekesztéséről szól-e, vagy inkább az elfogadásról és egymás értékeinek átadásáról? És hát valami hasonlókról, az emberről, hogyan él abban a természeti környezetben, milyen viszonya van a világhoz, a teremtőhöz, a természethez. Szóval szerintem sok olyan kérdés merül föl ennek az előadásnak kapcsán, ami ha kicsit áttételesen is a mai embert is izgathat. Lehet, hogy nem ilyen kérdésfelvetésre és nem ilyen válaszra vár, de azt hiszem, hogy amit már egyszer említettem, talán ez a legfontosabb, hogy többel megy el, mint amivel jött.
A 65 éves együttes tagjai elsősorban a különböző koreográfiákkal válaszolják meg ezeket a kérdéseket, de számos más eszköz is színesíti a produkciókat, amellyel egyedi élmény nyújtanak a közönség számára. Itt a színház mágikus teréről beszélek, amelyik már több ezer éve próbálkozik azzal, hogy az általa felvett gondolatokat eljuttassa a közönségnek, tehát a tánc, a zene, az ének, de a látvány, a jelmez, a világítás és sok minden azok az eszközök, ahogy mondtam, ezt a megértést segíti. A Kárpátalja talán egy kicsit a Szent Istváni Magyarország lenyomata, hiszen ott egy sokkal kisebb területen nemzetiségek élnek, éltek nagyon sokáig legnagyobb békével és megértésben. Így aztán a magyar táncok mellett láthatunk Ruszin, Hucul, ami szintén egy szláv népesség, de cigány, zsidó, román és ukrán táncokat is. Az együttes produkciójában a keleti Kárpátokban és a Kárpátalján élő népek sokszínűségét és gazdag kultúráját láthatták a nézők a táncokon keresztül. A Magyar Állami Népi Együttes nemrégiben ünnepelte a 65. születésnapját, és hát tényleg egy elég komoly hagyományra visszatekintő együttes. Természetesen az egész megújulásnak, ami végbe ment a 65 esztendő alatt, az alapja az, hogy maga a táncházmozgalom és a hagyomány felé való fordulás az mindig is támpontot jelentett az együttes életében. Igyekszünk a táncházmozgalomban tanult hagyományokra építve olyan új eszközeket is behozni a maga műsorainkba, mind a mai napig, amelyek magát a modernitást is mutatják. Legyen az egy vetítés, legyen az egy olyan fajta filmbejátszás, amely mind-mind a hagyományba kapaszkodik, de a mai modern eszközökkel mutatja be, hogy milyen gyönyörű hagyománya is van az együttesnek. Tehát a 65 esztendő alatt egészen ugye Rábai Miklósék munkásságától Tímár Sándoron keresztül, aki a táncházmozgalom egyik táncos atya volt, egészen a mai napig Mihály Gábor vezette együttesig, nagyon-nagyon sok mindenen ment át, de mindig is fontos szempont volt az, hogy egyrészt a hagyományból táplálkozunk, tehát maga a táncház mozgalom szolgál hivatkozási alapot az együttes életéhez. Természetes az, hogy mind a mai napig, de bárki is valaha táncolt a Magyar Állami Népegyüttesbe, mindig is a hagyomány megőrzése volt az első számú szempontja, hiszen Kárpát-medencében olyan gyönyörű hagyományunk van, hogy azt nem szabad elfelejteni, és a Magyar Állami Népegyüttesnek mindig is egy támpont kell, hogy legyen, akár az anyaország, akár a Kárpát-medence néptánc népzene szeretői emberei számára. Tehát maga az, hogy a mai fiatalság is, akik már esetleg főiskolán, középiskolában tanulták a magyar néptáncot, akik idejönnek pontosan tudják azt, hogy milyen fontossággal bír, hogy nekünk meg kell őriznünk ezt a kincset. Az, hogy modern formában is sokszor bemutatjuk, az pedig azt jelenti, hogy ugyanazokat a gesztusokat, ugyanazokat a mozdulatokat használjuk, csak esetleg egy másik érzés mutat meg, aki az aktuális koreográfusnak a gondolatait mutatja be egy-egy koreográfiában. Az együttes repertoárjában van többféle vidéknek, régiónak a táncai. Most már egyre többször kapaszkodunk olyan tájegységekbe, hogy egy-egy tájegységet mutassunk be. Ilyen például az Örök Kalottaszeg, amely Erdélynek a táncát mutatja be, ilyen például a Kincses Felvidék, amely Felvidéknek a táncát, és a mai előadás, a megidézett Kárpátalja, az például Kárpátalja sokszínűségét mutatja be. Tehát itt a ruszinok, az ukránok, a magyarok, a zsidók, a cigányok, románok táncai mind-mind megjelennek az előadásban, és azt mutatja be, hogy ezek az emberek Kárpátalján milyen módon éltek egymás mellett, és hogyan nyújtottak egymásnak kezet, ha baj volt, és mégis tiszteletben tudták tartani egymás identitását. Apám is volt nekem, de most már ott nincsen. Elég jó. Thank you.
nem egyszerű a bejutás a Magyar Állami Népegyüttesbe, hiszen komoly felvételi van, diplomához kötött, hogy valaki bekerüljön mind a tánckarba, mind a zenekarba. Tehát szükséges egy olyan fajta előképzettség, amely mind tánc technikai szempontból is, egy népzene repertoár ismeret szempontjából is. Tehát felvételit tartunk időnként, és azt hiszem, hogy a fiataloknak egész komolyan kapaszkodni kell, hogy a Magyar Állami Népegyüttes tagjai lehessenek. Korosztályilag ugye most újra létezik az, hogy a táncosok 25 esztendő után, tehát 25 letöltött szolgálati év után nyugdíjba tudnak menni, így a csapat természetes módon fiatalodik, tehát azt lehet mondani, hogy a 40 éves korosztálytól a 19-20 éves korosztályig találhatók az együttesben táncosok, a muzsikusoknál van, aki 50 esztendőt is eléri. Az együttes művészeti vezetője, Pál István Szalonna aktív részese a jelenleg kialakuló kárpátaljai táncház mozgalomnak. Egy másfél éve a táncház kezdi megtalálni saját formáját Kárpátán, ami azt jelenti, hogy körülbelül havi rendszerességgel olyan 7-8 táncház van Kárpátalján, ami egy óriási szám, hiszen sok esztendőn át nem volt semmilyen fajta táncházmozgalom, és én azt tudom mondani, hogy 5-6 év múlva már tényleg beszéltünk Kárpátalján táncházmozgalomról. Ez most bontogatja a szárnyait, és szerintem gyönyörű úton van. A táncháznak az egyik legfontosabb erénye az, hogy civil kezdeményezés alapján jött létre. Tehát ezt senkinek nem örölteti, hogy ide menni kell. Viszont aki megtalálja benne önmagát, benne megtalálja a közösség erejét. Tehát az, hogy milyen jó ezt csinálni, és a másik az, hogy ez a mi kultúránk. Tehát ezek a dolgok teszik össze azt, hogy miért is jó ezt csinálni, mindamellett egy hihetetlen jó mulatság. Már most is játszanak Kárpátaljáról érkezett focisták a kisvárdai csapatban. A jövőben még szorosabb lesz a kapcsolat a határon túliak és a várdaiak között. A kisvárdai klub ugyanis együttműködés megállapodást kötött a Munkács FC-vel. A MLS kötelezte az egyesületeket, a profi kluboket, hogy fiatal játékosokat tegyenek be a csapatba, és ezzel premizálja őket. Na most a mi lehetőségünk, a földrajzi helyzetünk miatt ezt megkívánta, hogy elsősorban a határnak a túloldalán, akár Szlovákia, akár ugye a szlovákia felvidéki magyarok, illetve a kárpátaljai magyarok vonatkozásában szétnézzen, és olyan partnerek találtunk kint, akik fogékonyak voltak erre. Kint azért a háborús helyzet miatt nagyon-nagyon megszűnt létezni, sajnos ezt kell mondjam, az utánpótlás futball, és ezt mi szeretnénk támogatni, és szeretnénk természetesen kihasználni. Hát egy olyan koncepcióval léptünk az MLS elé, illetve a kormány elé, amely befogadásra talált, és a kinti magyar felmenőkkel rendelkező gyerekeket már az NB2-es őszi bajnokságunk során is csapatunkba sorítottuk. Ez a kapcsolat pedig eljutott odáig, hogy később a kormány érezte ezt, illetve van azért egy olyan program is, amely a határon túli játékosokat tulajdonképpen összefogja. Ez vonatkozik a szlovákiai, a romániai, erdélyi magyarokra, ugye, és még a régi tagköztársaságú jugoszláv államokból. És akkor mi megkaptuk a Kárpátalját, és bizony már több játékost, akár iskolában, akár az egyesületünkön is áthívtunk. Természetesen ez az akadémia, ez nem működhetne, hogyha kint nem lennének megfelelő partnereink. A kinti irányítást azt ők fogják végezni, a magyar kormány ezt jelentős összeggel támogatja, működési támogatást, illetve beruházási infrastruktúrális fejlesztésre való támogatást is kaptunk. Mi az ellenőrzésben, illetve az együttműködésben fogunk majd ebből a programból részt kapni, de nyilván a legfontosabb, hogy olyan játékosokat találjunk, akik később adott esetben a magyar válogatottig is el tudnak jutni. Kint azért a motiváció teljesen más, kint még ez a számítógépes világ, ami itt van, az még nem él, ott még megvan a futball szeretete, sokkal
inkább, mint a magyar játékosoknál, és a motivációs bázisuk is lényegesen erősebb, mint a miénknél. Ezt a kettőt szeretnénk vegyíteni, szeretnénk ötvözni. Folyamatosan jönnek, egymás elleni találkozók vannak, mi is megyünk ki. Rövidesen pont a Sátyor Donyeckkel fogunk, mert a háborús helyzet miatt a Sátyor Donyeckkel lejött Kárpátaljára, és nagyon sok meccsüket nézünk meg, beszélgetünk velük, és hát nagyon-nagyon másabb az ő szintjük egyelőre, de szeretnénk természetesen olyan együttműködést velük kapcsolatban is majd kialakítani, amely mindkét félnek hasznos lehet. Szeretnénk egy olyan bázis létrehozni kint, amely lehetővé teszi, hogy ilyen rangos csapat is, mint a Donyeck, edzőtáborozhasson. Megvan a koncepciónk, megvan a határozat, a tervezési fázisban vannak a dolgok. Én bízom benne, hogy egy éven belül el tudunk kint felmutatni, amely példaértékű lehet. És ami legfontosabb, hogy a kinti partnerekkel sikerül olyan hálózatot létrehozni, amely az egész Kárpátaljára, adott esetben még Ukrajnába is kiterjed, mert ott is vannak tehetségek, és be tudjuk hozni, be tudjuk majd integrálni, iskolába tudjuk őket ide járatni, magyarul tudjuk tanítani, és ez a kettő kultúra és stílus különbség egy olyan fajta erőt is jelenthet majd a várdai labdarúgóknak, amelyben hosszú távon meg tudja oldani adott esetben a felnőtt labdarúgást, illetve azt gondolom, hogy még a megyébe, illetve a szomszédos megyékben is fogunk tudni majd találni közülük játékosokat, és remélem, hogy ez néhány éven belül visszaköszön a felnőtt csapatnál. Nagyon sokat várunk ettől az együttműködéstől. Nagyon boldogok vagyunk, hogy sikerült ez a kapcsolat. Reméljük, hogy a magyar oldalból a kormány, meg mindenki nagy lépéseket fog csinálni a kárpátaljai futballhoz, mert a mostani helyzet olyan, hogy a infrastruktúra, a pályák, az edzés helyek, ahol tudunk edzeni, az nem olyan állapotban vannak, mint látjuk itt van Kisvárnál, és reméljük azt, amit meg volt ígérve, és a magyar állam segítségével meg lesz, sikerült megépíteni, és reméljük, hogy azokat a fiatal kárpátaljai futballistákat, amit tudunk nevelni meg, és akkor itt át tudjuk adni ide a Kisvárdára, meg a magyar csapatoknak tovább. Milyen szerepet tölt be a kárpátaljai fiatalok életében a futball, milyen kitörési lehetőséget látnak ebben? A futball Kárpátalján az élet. A gyerekek azért jönnek, hogy nálunk a kárpátaljai gyerekek a mentalitása kicsit erősebb, mint itt, én úgy gondolom, mert van egy lehetőség kitörni abból a helyzetből, ami van ott nálunk, és már van három játékosuk, át tudtuk ide Kisvárdára, a Hely Viktor, Toma György, meg Michel Ráskó, aki nálunk 8-9 évtől nevelődtek, és átadtunk már pár játékos Mándokra, fiatalok, akik tavaly még nálunk az U19-ben játszottak, és reméljük, hogy jövőre is meglátjuk őket a Kisvárda csapatban. Mekkora motivációt jelent ez a kárpátaljai srácok számára, hogy átkerülhetnek játszani Magyarországba, és akár a magyar címeres mezt is felhúzhatják? Például ma is itt voltunk az U15-tel, barátságos mérkőzést játszottunk a Kisvárdai csapattal, a gyerekek itt maradtak a meccset, az már nekik egy olyan nagy élmény volt, hogy alig várják, hogy mikor jönnek még egyszer ide, és reméljük, hogy az a magyar vér, ami folyik a kárpátaljai gyerekeknek, az erősíti a magyar futballt. És reméljük, hogy jó pár focistát is látunk majd a válogatottban. Önök a Határtalanul című magazinunkat látták Magyarország és a környező országok együttműködéséről. Köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra!